zajlik a munka a somogyvári termőföldeken. A legtöbb részen most a talajlazítást végzik el a szakemberek. Mondhatni átlagos nap. A Somogyvári Mezőgazdasági ZRT-nél azonban mégis van valami különlegesség, vagyis valaki. Egyedüli nőként Kollár Vivien vezeti ezeket a hatalmas gépeket. Egészen kicsi korom óta, ugyanis édesapámmal nagyon sokat jártunk az erdőre, és minden hétvégénket ott töltöttük, úgyhogy ide nyúlik vissza leginkább ez a szakma. És körülbelül középiskolás volt, amikor eldöntöttem azt, hogy én ebbe szeretnék dolgozni. Édesapám kombányos ennél a cégnél, mellette tanultam mindent, amit tudok mai nap, és én maradtam a traktoros verziója. Vivien még csak 24 éves, de már számos végzettség birtokában áll. Azonban nem volt egyenes az út a mezőgazdasági munkáig. Nagyon sok mindent kipróbáltam. Tudnélik, én divattervezőként végeztem, mellette virágkötőt is elvégeztem, van egy olyan vállalkozásom is, és valahogy mindig visszahúzott ide, erre a munkahelyre a szívem, és szeretném is tovább csinálni, amíg nem akadályozza az egészségemet. Ahogyan a férfi munkatársaknak, úgy Viviennek is minden feladatot egyedül kell elvégeznie a földeken. Most jelenleg talajlazítózás történik, de majd az őszi időszakban őszi mélyszántás ritka, de valamikor megesik, hogy kombányra is kell ülni, szemet hordani, tárcsázni, tehát hogy mindent, amit vetéstől aratásig kell. Vivien azt mondja, nem volt gondja a beilleszkedéssel, gyorsan elfogadták a férfi kollégák. Mi egy nagyon családias társaság vagyunk, és az elejétől kezdve befogadóak voltak, nagyon sok mindenben segítettek, úgyhogy én csak hálával tartozom nekik. A cég már a 90-es évektől működik Somogyvár határában, a 2000-es évektől ZRT-ként. Közel 1500 hektáron gazdálkodnak, és 40 dolgozót foglalkoztatnak. A gépekkel és a földeken Vivienen kívül csak férfiak dolgoznak, de ő egyedüli nőként is kiválóan megállja a helyét.